Az örök szerelem lehet a záloga ennek a szertartásnak a régiek szerint. A Szent Iván napi tűzugrás évek óta hagyomány a Sóstói Múzeum faluban. Idén nagyszabású programsorozattal várják a látogatókat a skanzenba. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a rendezvény a fiataltól az idősebb korosztályig mindenkihez szól. A Sóstói Múzeum faluban a mágia meggyújtása, a nagy tűz leégése és parázsá válása, a tűz körüli tánc, majd pedig a tűznek az átugrása az, ami folyamatosan jelen van, és ezt az állandó néhány elemet öleli körbe néhány újszerű dolog, egy időszaki kiállítás, ami jelen esetben egy utazó kiállítás, a Handlétől a Grand Caféig címmel magyar zsidóságnak fő tevékenységét, a kereskedelmet, a vendéglátó ipart és az abban rejlő tudást méltatja. Nyilván van mindig zenekar, ami az újdonságát jelöli a falunak, tehát igyekszünk azért a hagyományok mellett picit újszerűen is megmutatni, hogy mire képes egy ilyen ékszerdoboz itt a Sóstón. A sajtótájékoztatón a Szent Ivánéi programok mellett a közelmúlt sikereiről is szóltak. 4 pályázatban mintegy 25 millió forintos forráshoz jutott az intézmény. Ebből mintegy 18 millió forintot a Petőfi Emlékév eseményeihez csatlakozva egy unikális időszaki kiállításra tudnak fordítani. A kisvárosi vendéglő díszletében megálmodott tárlaton nem valós ételeket, hanem szellemi táplálékot, verseket rendelhetnek a látogatók digitális étlapról. Ennek a jóvoltából felkeltettük a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az érdeklődését, és az országos hálózatba bekerülve hozzánk is fognak majd érkezni célirányosan csoportok, hogy megtekintsék a kiállítást, és a foglalkozásokon vegyenek részt. Ez a kiállításunk idén szeptemberben kerül átadásra, és 2023 áprilisáig fog állni. Az intézmény számára a tehetséggondozás kiemelt jelentőségű. A Nemzeti Tehetség programban a népi építészet ismereteiből tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vásárhelyés diákjainak. Nyírvasváriban pedig a helyi általános iskola felsőseinek bevonásával helytörténeti gyűjteményt alakítanak ki. A pályázati forrásokból újabb állandó kiállítással is bővül majd a múzeumfalu kínálata, ez a tervek szerint a jövő márciusi nyitásra készül majd el.